Várhatóan már január végétől igényelhető a bankoknál a három gyereket vállaló családok otthon teremtési kedvezménye. A bankok már elkezdték a felkészülést, a támogatás és az ahhoz kapcsolódó hitelek folyósításához. A konstrukció után sokan érdeklődnek, leginkább a már három gyereket nevelő családok. 10 plusz 10 millió a három gyermeket vállaló családok számára. A kormány új otthonteremtési támogatása iránt élénkül az érdeklődés. A támogatást házasok kérhetik, és három gyerek után jár a plusz 10 millió visszanemtérítendő támogatás. Feltétel, hogy az igénylő büntetlen előéletű legyen, 2 éves folyamatos biztosítási jogviszonnyal rendelkezzen, banki kifizetetlen tartozása ne legyen, és megfeleljen a pénzintézet által támasztott hitelfeltételeknek, azaz a felvett hitelt vissza tudja majd téríteni. A külföldi munkaviszony is megfelelő. A támogatás lakásvásárláshoz és bővítéshez is igényelhető. A kormány az intézkedéssel elsősorban a romló demográfiai helyzeten szeretne fordítani. Azok a családok, ahol van 2 gyermek, könnyebben vállalják a harmadikat, ahol 1 van, ott bátrabbnak kell lennie a házaspárnak ahhoz, hogy 2 is vállaljanak. 2014-ben megszületett a Csongor fiam, aki most ugye 15 hónapos. Igen, tehát nagyon szeretnénk második babát, viszont nagyon meg kell gondolnunk a mai gazdasági helyzetben. Mind a ketten ugye szerencsére van munkahelyünk, de most például nekem is vissza kellett mennem dolgozni, mert hát igen, szükségünk volt a gyerekstrára, amit most ki is használtunk, és hát most, hogyha egy kicsit stabilizálódunk majd anyagilag, akkor mindenféleképpen a hát jövő karácsonykor már szeretnénk, hogyha a kistesó is megérkezzen. A feltételek között szerepel, hogy a harmadik gyereknek 10 éven belül meg kell születnie, abban az esetben, ha valaki önhibáján kívül nem tudja megszülni a harmadik gyermeket. A már felvett 10 millió forintos támogatást arányosan kell visszafizetni, ezzel szemben büntető kamatot szabnak azoknak, akik meggondolják magukat. Fontos elmondani, hogy a korábbi használt lakás vásárlására igényelhető csok is megmarad, 1, 2, 3 vagy több gyermek után a lakás négyzetméteréhez igazodik a támogatás mértéke. Innen folytatjuk a témát dr. Vinnai Győzővel, országgyűlési képviselővel. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Köszöntöm a nézőket! Ez egy nagyon fontos információ, hogy a tavaly életbe lépett használt lakásvásárlására igénybe vehető csok is megmarad, és azt is lehet igényelni. Volt tehát egy otthontámogatási rendszer a Fidesz kormányának, és ezt most tovább... Nem azt mondom, hogy fél évet ért, hiszen július 1-én alkotta meg a kormány, tehát a emberi erőforrások minisztériuma. És ezt tovább gondolták, de így van. Tovább 2 ok miatt, és az egyik ok az, hogy ha valaki vállal harmadik gyereket, ugye mert a használt lakásnál is 1, 2, 3 gyerekre igénybe lehet venni, de ha valaki vállal harmadik gyereket és új lakás építésébe kezd, vagy új lakást vásárol, akkor egy plusz milliókat kapna. Van, aki kiszámolt, ez 8 millió vagy majdnem közel 8 millió forint, hiszen a harmadik gyerek után 10 millió jár. Ezt véleményem szerint 2 tényező tette lehetővé, hogy az egyik a gazdaság működik, és szeretnénk a családokat támogatni, hogy a demográfiai helyzeten változtassunk, hogy minél több gyerek szülessen, hiszen a magyarok szeretik a gyerekeket. Mindenféle felmérésben azt olvasom, hogy szeretnének a fiatal családok 2 vagy 3 gyereket, és amire odaérnek, akkor nem születnek meg ezek a gyerekek, és ahogy a bejátszásokból is hallottuk, ennek egyrészt lehetnek anyagi oka is, hogy nem tudnak megfelelő feltételeket teremteni, megfelelő lakás feltételeket teremteni a gyerekeknek. Úgyhogy ez a 10 millió forint szerintem sokakat elgondolkodtat azon, hogy érdemes-e vállalni gyereket. És ugye úgy lehet vállalni, tehát egyrészt vannak, akiknek megvan 3 gyerek, és hogyha új lakást vásárolnak, akkor erre van lehetőségük. A másik pedig, hogy az egyik szülő 40 év alatti, és úgy vállalják a harmadik gyereket, 3 vagy több gyereket, de hát itt alapvetően a 3 gyerekről szól szerintem a történet, és még az is változás, hogy 16 év helyett 20 évig az eltartott gyerek, aki 20 évre kitoltuk a
korhatárt, illetve ha egyetemre jár, vagy főiskolára, akkor 25 évig, tehát hogyha még nappali tagozaton szerez diplomát. Ez szintén egy kedvezményt jelent a családok számára. Számtalan szabály van, és az érintettek már ezt figyelik, beszélnek és erről, és még alakulnak is a szabályok, és a bankok is készülnek igen. erre, főleg a hitelkihelyezésre. Ami kérdés felmerül az, hogy az ehhez kapcsolódó, tehát a támogatáshoz kapcsolódó hitelek tekintetében mennyire megfelelő vagy piacképes a családoknak a fizetése, bére, hiszen a bankoknál van egy szigorított hitelfékrendszere működik. Így van, tehát hitelképesnek kell lenni, a bankok ezt vizsgálják, amikor elbírálják ezt a 10 millió forintos hitelt. Itt tulajdonképpen két olyan dolgot mondott a kormány, amely kőbe van vésve. Az egyik, hogy 3%-tól magasabb kamat nem lehet, és 25 év lehet a futamidő erre a 10 millió forintra, mert ez más. Azért mondjuk el a néző kedvéért, hogy a 10 millió forint az visszanemtérítendő állami támogatás három gyerek után, a 10 plusz 10 jelenti azt, hogy a második 10 pedig, hogy 10 millió hitelt lehet fölvenni kedvezményes kamatozással, hiszen itt a kamatot meghatározza az állam, hogy 3%-nál magasabb kamat nem lehet. Természetesen, amikor a bankok, azt hiszem három bank már jelezte, az FHB, az MKB és az OTP, hogy szívesen nyújt hitelt, ez is jó egyébként a gazdaságnak, csak halkan jegyzem meg, hogy beindítja a hitelezést, beindítja az új lakásépítést, mert eléggé mély ponton vannak az új lakásépítések, különösen vidéken, vagy akár most Budapesten is láttam a statisztikát, hogy visszaesett. Tehát ha azt nézem, hogy a válság előtt 2008-ban több mint 10 000 lakást építenek, sőt volt olyan, amikor több 10 000 lakást építettek, de most maradjunk abban, hogy a 2008-as adatokat megnéztem, tehát 7-8 évvel ezelőtti adatokat, ott 14-15 000 új lakás épült, és most pedig ennek egy harmada. Szeretnénk ezt a néhány ezret 9-10 000-re bővíteni, és mivel ha érdeklődnek a fiatal házaspárok, a családok, akkor ez beindíthat egy gazdasági növekedést is. Ne felejtkezzünk el erről a megyéről, ahol az építőiparnak hagyományai vannak, az építőipar is fellendülhet. Bár hallom a kritikus hangokat is, hogy nem lesz elég ember, mert már sokan külföldön dolgoznak, akik új lakásokat építenek, de én azt gondolom, hogy ezeket át lehet majd hidalni. Minden feltételt figyelembe véve, és az adottságokat is, hiszen itt összefüggésbe hozható természetesen az építőipar motorizálásával ez az egész intézkedés sorozat, itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében milyen változásokat várnak, vagy várhatnak ettől? Mit gondol erről? Nézze, az utóbbi években visszaesett az új lakásépítés, tehát mindenképpen azt várjuk, hogy az építőipari cégek ezt a lehetőséget megragadják, és akiknek vannak kapacitásai, azok az új lakásépítés területén megjelennek. Éppen megnéztem az Észak-Alföldi régió adatait, Debrecen kivételével nagyon visszaesett a 2015 első és harmadik negyed év között az új lakásépítés. Ez szerintem most a megye székhelyeken fog egy picit megindulni, és megindulhat természetesen kisebb városokban, kisebb településeken is. Tehát ez nagyon lényeges. A másik, amiről nem beszéltünk még, az áfa visszatérítésről. Tehát, hogy a kézházat vásárol valaki, akkor a végszámlából lehet a 27%-ról 5%-ra csökkenő áfa kedvezményt érvényesíteni. Magyarul olcsóbb lesz a lakás. Az utóbbi egy-két évben már az ingatlanárak fölfelé mozdultak el, tehát ez is mérsékelni az árakat, hogy minden, hát ha mindenki nem is, de nagyon sokan bele tudnak vágni ebbe, mert természetesen nézni kell a jövedelmeket, hogy képes-e egy új lakásba belevágni, vagy akár, ha önerő nélkül tud egy új lakást szerezni a 10 plusz 10-szel, tehát a 10 plusz 10 millióval, de akkor is, ha hitelt fizetni kell, hogy hitelképes-e valaki. Ez mindenképpen fontos. Ha pedig magánerős építkezésbe kezd valaki, itt is sok szabály van, nem akarom a nézőket untatni ezzel, de akkor a számlákat kell gyűjteni, hogyha valaki magánerős építkezésbe kezd, és úgy épít új lakást, akkor nem arról szól a történet, hogy odaadja egy generál kivitelezőnek, és mindent ő csinál, mert ez olyan, mintha kész lakást venne, hanem ha jól emlékszem, úgy néztem, hogy a számlák, az összköltség számláinak 70%-át össze kell gyűjtenie, amely mondjuk egy 25 millió forintos lakásnál 20-21 millió forint, és annak
a 5 millió forintig annak a kedvezményét veheti igénybe. Tehát az 5 millió forintot egy ilyen lakásnál igénybe lehet venni, mert négyzetméter határt is megszabott a kormány. Ugye lakásnál 60 millió családjáz, vagy 60 négyzetméter, családjáznál pedig 90 négyzetméter a legkisebb alapterület. De nagyon sok fontos kérdés van még, hogyha csak a támogatást nézzük, és a vissza nem térítendő támogatás részét, akkor ez egy felülről nyitott támogatás. Ez nagyon lényeges dolog, hogy a költségvetésben erre megvan a forrás, mert ezt, ahogy ön is mondta, az igények határozzák meg, tehát ha minél többen igénylik, akkor felülről nyitott ez a kassa, tehát oda mindenkinek jár ez a támogatás. És ehhez kapcsolódóan fontos kiszűrni a visszaéléseket, hogyha egyáltalán visszaélésekre van lehetőség, hogyan építették fel a rendszert, hogyan garantálják azt, hogy visszaélésekre minél kevesebb lehetőség lehessen? A visszaélésre, hogyha valaki vállal 3 gyereket, és nem születik meg, és nem orvosi oka van ennek, ugye orvosi igazolást lehet hozni, akkor büntetők a PTK megfelelő törvényei az irányadóak. Vagy hogyha valaki csak erre akarja fölvenni, és nem teljesíti, akkor többször, tehát nem az, hogy többszörösít, hanem vissza kell fizetni. Tehát én azt mondom, hogy ma Magyarországon egy jogszabály igyekszik kizárni a kiskapukat, de lehetnek még olyan előre nem látott tényezők, amelyek most is dolgoznak. Hadd említsek egy példát. Ugye sokan mondják, hogy nagyon népszerű ez az új családtámogatási, otthonteremtési támogatás, és szeretnék, hogyha a közfoglalkoztatottak is lehetőséget kapnának, mert ugye vannak feltételek. Itt a jövedelemtől függ, hogy mennyire hitelképesek, hogyha, vagy önerő nélkül tud-e valaki új lakáshoz jutni az állami támogatással, a hitellel és a áfa visszatérítéssel. Tehát ezek azok a kérdések, amelyekre a kormány azt mondta, éppen most volt két sajtótájékoztató is, vasárnap volt a legutóbbi, hogy tavaszra ezeket a részletkérdéseket kidolgozzák, hogy minél kevésbé lehessen ezzel visszaélni, és minél többen bekerülhessenek ebbe az otthonteremtési támogatásba. Dr. Vinay Győző, köszönjük szépen! Köszönöm szépen!